Két éve Görögországban még közel 1600 versenyző ült asztalhoz a korosztályos világbajnokságon, azóta viszont jelentős változáson ment keresztül a lebonyolítás menete, és a Nemzetközi Sakkszövetség döntése értelmében két korosztályra bontották a versenyzőket. Ennek köszönhetően idén szeptember végén 385 résztvevővel kezdték meg Uruguay fővárosában. Montevideóban az ifjúsági sakkvilágbajnokságot 142 színviselő részvételével 6 korcsoportban. Maga a mezőny, tehát azért erős, mert ugye a legjobb ugye amerikaiak, kínaiak, indiaiak ott vannak ezen a világbajnokságon, ugye velük meg kell küzdeni, viszont jóval kevesebb európai szuperjátékos van, akik ugye éremre esélyesek lennének, tehát így én úgy gondolnám, hogy sokkal gyengébb a középmezőny, tehát sokkal könnyebben úgymond az élmezőnyhöz lehet csatlakozni, viszont ott meg nagyon erős és nagyon jó játékosok vannak. A magyar színeket három versenyző képviselte Montevideóban, akik néhány zavaró tényező ellenére sikeresen helytálltak. A verseny ugye lehetett volna egy picit jobb is, több pont maradt bent a játékosokban, de én úgy gondolom, hogy mindenki, amit tudott, megtett. Ugye nagyon nehéz volt itt a szervezési dolgokkal ugye megbarátkozni. Tehát itt arra gondolok, hogy ugye van egy 5 órás eltolódás, időeltolódás, ott ugye, és amikor elkezdődött a maga a világbajnokság, de gyakorlatilag a második nap már ilyen dupla fordulót kellett játszani, tehát még a gyerekek nem álltak át, és tehát magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött a délutáni forduló, és hajnak 2-3-ig tartott a játszmájuk, ugye ezt nagyon nehéz volt megszokni, átállni, de utána egy 2-3 nap után már felvették a ritmust. Az ifjúsági világbajnokságon Érseki Tamara állt közel a legnagyobb sikerhez, majdnem sikerült az első 10-be kerülnie, azonban az utolsó fordulóban döntetlent játszott, így a 17. helyet szerezte meg. Rajta kívül a többiek is szépen teljesítettek, Egyed Judit a 22., Marosi Levente pedig a 23. helyen zárt a világversenyen.